Indul már is a jó reggelt Fejérvár itt a Vörösmarty Rádió hullámosztán az FM 99.2. Reggel 7-től 9-ig Séda Zoltán, a Fehérvár Média Centrum munkatársa köszönti a hallgatókat a Vörösmarty Rádió hullámosztán a 99.2-n. A jó reggelt Fehérvár című rádióműsorban mindig egy adott helyi témát veséznek ki, ami mellett persze a hírek is szerepet kapnak. A zenei palettát pedig a több mint 10 éves rádiós múltal rendelkező műsorvezető úgy állította össze, hogy minden korosztály magára ismerjen benne. Próbálok mindenki felé nyitni. Ugye mondtam, a diszkos vonulatot pont azért vettem bele, főleg a retro diszkók kínálatát, hogyha megnézitek, ugye a retro diszkókban rengeteg fiatal van, nem csak idősebb, rengeteg fiatal jár, mert szeretik ezeket a zenéket, és ott sokkal többen vannak, mint a nagyon-nagyon modern klubokban, ahol csak ez a lekapcsolom a villany, felkapcsolom a villanyzenék vannak, tehát itt már is azt gondolom, hogy jó úton járunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, én Szöllősi Attila vagyok, a Fehérvár Média Centrum Hazafelé című műsorának a házigazdája. Délután 4-től 6-ig a Hazafelé című műsorral jelentkezik a Média Centrum. Nyers Krisztina szakmai vezető szerint szerencsés mindkét időpont választás. Mind a kettő a lehető legjobb időpont, hiszen az egyik időpontban azt gondolom, hogy a diákok és a munkába járók pont ebben az időpontban hallgatják a rádiót, illetve hazafelé szintén, amikor a diákok már otthon vannak, illetve mindenki elindul a vásárlásból a munkahelyéről hazafele. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó időpontot választottunk. A két műsor között továbbra is a Vörösmarty Rádió műsorait hallhatják a rádiót kedvelők. Köszöntöm a Vörösmarty Rádió hallgatóit itt a 99,2 MHz-en. Virág Gildikó szerint a város büszke lehet a két intézményére. Most pedig, hogy együttműködik a Fehérvár Média Centrum és a Vörösmarty Rádió, színvonalas, érdekes rádiószolgáltatást nyújtanak a hallgatók számára. Ezzel csak nyertünk. A Vörösmarty Rádió rendkívül erős információszolgáltatásban, tájékoztatásban, hírszolgáltatásban. Én biztos vagyok abban, hogy a friss információkért Székesfehérvár lakossága, környékbeliek, hát oda tekernek a 99.2-re, de most oda tekernek majd nyilvánvalóan ezekre a kicsit kereskedelmi rádiósabb stílusú két-két órákra is. Mostantól tehát a Fehérvár Média Centrum és a Vörösmarty Rádió egy frekvencián közösen számít a hallgatók mindennapi figyelmére.